A következő tanévre mintegy 40-en jelentkeztek többen a bajai főiskolára, mint tavaly. Összesítette az eredményeket a tanulmányi osztályvezető. Az idén el tudnak indítani olyan szakokat is, amelyeket tavaly nem, mint például a csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakot és a felsőoktatási szakképzést, valamint a környezetmérnöki és a gazdálkodási menedzsment szakokat is. A számokat tekintve a hallgatók 90%-a ösztöndíjas képzésre jutott be. Önköltséges képzésre levelező tagozaton a gazdálkodás és menedzsment szakosok járnak majd. A felnőtt képzésre és a szakirányú továbbképzésekre még a nyáron lehet jelentkezni, ez intézményi eljárásban zajlik. A vonalhúzás most az alapszakoknál és a felsőoktatási szakképzéseknél történt meg, ahol a jelentkezők döntő többsége az alapszakok valamelyikét választotta. Tette hozzá Letenovicsné Polyák Andrea. Akik pedig most nem jutottak be sehova, egyelőre várniuk kell. Megvárják a besorolási döntést, amit ugye kész e-mailben megkapnak majd az oktatási hivataltól, és hogyha egy kedvezőtlen döntés született, tehát nem nyertek felvételt sehova az országba, akkor lehetőségük van augusztus 7-éig pótjelentkezésre, egy szakot jelölhetnek meg, és ez kizárólag önköltséges formában tehetik meg, a ponthatár pedig ugyanaz lesz, mint az alapeljárásban. A felmerülő kérdésekkel a jelentkezők egész nyáron felkereshetik a főiskola tanulmányi osztályát a Bajcsy-Zsilinszky úton, vagy hívhatják az intézmény központi telefonszámát, illetve a tu@eif.hu e-mail címre írhatnak levelet. A következő tanév szeptember 5-én kezdődik majd több mint 800 hallgatóval.